történt eseménynek tiszteletére szervezi imáron második alkalommal a huszártoborzót, melynek célja nem a fegyverragadás, hanem őseink hagyománya iránti tisztelet és az utókor számára történő felvilágosítás az akkor történt eseményekről. A csapatot a megnyitó után a Nyergestetőre vitte az útja, ahol az ünnepélyes megnyitó után felszentelték a Csíkszéki Mátyás huszárezred zászlóját, amelyet a felszentelési szertartás után befogadtak a szentegyházi, székelyudvarhelyi, háromszéki, marossárospataki, szovátai és gyergyói huszáregyesületek. Egy pár kulisszatitkot is áruljunk el, hogy Borbol Csaba, mint elnök, milyen viszonyban van a lovakkal. Próbálta már a lovaglást? Hát gyerekkoromban lehetőségem volt díjugrató csapatban részt, és hát utána majd fogadhajtással is foglalkoztam egy keveset. Igazából mióta választott tisztségben vagyok, erre nem igazán volt lehetőségem, hisz nem szántam elég időt, de érzem, hogy ez egy hiba volt, és hát bízom benne, hogy a lányommal előbb-utóbb lassan elég sokat fogunk a természetben, lóhátán ide-oda elmenni, eljutni, hisz talán ennél szebb dolog nincs, mint a lóháton kimenni a természetbe. A lovaglástól és hőségtől fáradt huszárok Sóskútfürdőn hűsülhetek, itt a szervezők bográcsban készült meleg ebiddel várták a résztvevőket. Az egésznapos rendezvény vasárnap is folytatódott táborozással, illetve háromszéken is tartottak toborzókat.